Szeretettel köszöntök mindenkit, Tóth Szabolcs vagyok Miskolcról, és ez itt egy Fender Player Telecaster, egy olyan gitár, amit szerintem nagyon sokan mérlegeltek, akkor, amikor gitárt választhatok, hogy csak kéne venni egy ilyet. És azt kell mondjam, én támogatom az ötletet, ugyanis a Fender Telecaster egy kötelező darab, kivéve a full heavy metalos 8 húros gitárosoknak, mert nekik pár cég készít Telecaster jellegű gitárt, 7-8 húrral, de azok teljesen más feelingű hangszerek, azok csak úgy néznek ki, mintha telekaszterek lennének. És ami miatt azt mondom, hogy ez kötelező darab mindenkinél, mert valahogy ez a gyökere mindennek. A Fender Telecaster volt az első nagy szériában gyártott elektromos gitár, ugye Leo Fender hatalmas találmánya. Meg fogom nézni majd az évszámokat, de én 1951-re tippelek, hogy akkoriban jöhetett ki az első, vagy valahogy így az 50-es évek első felében. Feliratba ide felteszem majd. Annyi volt az érdekessége, hogy az első széria az Fender Broadcaster néven jött ki, de azt, ha jól emlékszem, a Rickenbacker megtámadta jogilag, hogy hát ilyen márkanév alatt, vagy típusnév alatt nekik van gitárjuk, és hogy a Fender változtasson. Ezért villámgyorsan Nocaster névre változtatták a nevet. Úgyhogy ezek a nagyon korai modellek, a Broadcaster, illetve a Nocaster, amiből nincs túlzottan sok, azok elég borsos áron találnak gazdára. Nem sokkal később ugye megtalálták ezt a nevet, hogy Telecaster, és ugye azóta is Telecasterként szeretjük ezt a gitárt. Leo Fender koncepciója az nagyon egyszerű volt, egy nagyon egyszerűen gyártható gitárt akart létrehozni, pont azért, mert a sorozatgyártás ezt megkövetelte. Részben ezért van a csavarozott nyak, mert ugye külön, akár külön üzemben készülhettek a nyakok, és csak a legvégén rakták össze, illetve nem kellett a ragasztó száradására várni, illetve hogyha bármi hiba történt, akkor ugye egy nyakat, egy Fender Stratóról, Telecasterről könnyedén le lehet szerelni, és egy másikat betenni. Ugye rengetegen tuningolgatnak így gitárt, sőt, ez a fiatalember itt a kamera túloldalán is készített már így egyedi hangszereket, sőt az én egyedi Telecasterem is egy Fender Roasted alkatrészként vett nyakhoz készült testből áll, és egy pár újragondolása, majd ezt is megemlítem. Illetve ugye, ha belegondoltok, ugye a klasszikus akusztikus gitár építés annak idején időigényes volt, domború fedlap, mindenféle bordázat, aztán a ragasztás, tehát ezt nagyüzemileg nem nagyon lehetett bevállalni, és ezért ez a szerencsés ötlete támadt Leo Fender bácsinak, hogy akkor legyen csavarozott a nyak, és ezt én nagyon örülök neki, vagy ennek én nagyon örülök, mert egyébként máshogy szól egy ragasztott nyakú gitár, és máshogy egy csavarozott nyakú, és én jobb szeretem ezt a kicsit pattogósabb csavarozott nyakú hangot, úgyhogy én igazából örülök, hogy emellett döntött. Ugye a Fender már jó sok éve Mexikóban is készített hangszereket. Ez egy kalandos történet, ugyanis ugye eleinte azért volt japán vonal, volt koreai vonal, volt mindenféle ázsiai vonal, és aztán rájöttek, hogy igazából Mexikóban is volt csak munkaerő, gondolom az energia is ehhez igazodik, hogy az emberek ki tudják fizetni, és mi lenne, ha a határ túloldalán építenének egy üzemet, és az ilyen munkaigényes alapanyag és energiaigényes dolgokat ott csinálnák meg. Úgyhogy így jött létre Mexikóban is egy Fender gyár, és egyfajta a korai időszakot jellemző hullámzó minőség mellett manapság egyre jobb és jobb hangszereket készítenek. Ezt a gitárt körbenézve, látjátok, a fólia még rajta van. Ezt a gitárt körbenézve én különösebb hibát nem találtam. Úgyhogy, és ugye volt már nekem mexikói Telecasterem, igaz, hogy az egy jubileumi 60. évfordulós kiadás volt, amiről még mindjárt beszélek, és az is tök jó volt, csak ugye nyilván az már egy
használtan került hozzám, jól bejátszva, tényleg jó éretten, annyira megmatulva a Sunburst fényezés, meg lakozás, hogy tényleg így most is a lelkembe egy belekarcol, hogy de hülye voltam, hogy eladtam. De hát ez már most nem tudjuk visszacsinálni. Viszont az a gitár is nekem bebizonyított, hogy valójában a mexikói gyártás nem jelent gyengébb minőséget feltétlenül. Esetleg gyengébb hardvereket, gyengébb elektronikát jelent, de nem jelenti azt, hogy szarul csinálnák meg a nyakat, vagy nem jobb bundozás, bocsánat, a szarszót igyekszem kerülni. Én igazából nem gondolnám, hogy ezekkel a gitárokkal baj lehetne. Ugye hatbabás a húrláb, amit sokan azért nem szeretnek, mert hát a vintage telekaszter azért mégiscsak hárombabás, meg mit tudom én, ugye van ez a hamuttartó jellegű húrlába, ahol még van pereme itt alul és felül is. De én ezt megmondom őszintén, annyira nem pártolom, hogy amikor én a saját gitáromat elkezdtem tervezni, akkor pontosan ezt a mexikói modellre készített húrlábat vásároltam rá, és nem a hárombabásat, amit igazából akkor szabadon eldönthettem volna. Én eldöntöttem, én ezt akartam. Ugyanis a magasságállítás itt független teljesen egymástól, tehát nem kettesével állítasz magasságot, és nem kettesével állítasz oktávot. Oké, hogy vannak most már kompenzált húrlába, de szerintem nem mindegyik olyan makulátlan minőségű, mert ha egy kicsit lötyög a menet, vagy valami, akkor már cseszheted a kompenzált oktávállítási lehetőséget, mert ez nem pont úgy fog működni. Nemrég volt nálam a Boldog Csabinak a Sunset szériából két gitárja is, és azoknál is, ugye ott humbucker van a húrlábnál, és külön, de egy telekaszter jellegű húrláb van, hárombabás, annál én megtapasztaltam, hogy az lehet nagyon jó, tehát nyilván ő nem egy ilyen 3 forintos vagy 13 forintos húrlábat vett rá, hanem egy japán gótó húrlábat profi réz babákkal, amik azért valószínűleg tartósak is lesznek, illetve hát igazából a hangban is többet jelentenek. Azt elhiszem, hogy az esetleg jobb, mint ez. De elérhető áron én annak idén emellett döntöttem. Nagyon nehéz mit mondani az elektronikáról, mert összesen két hangszedő van. Nyak, húrláb, ezek középen, de valójában volt a Fender Baja vagy Baja telekaszter, ki hogy ismeri, és ott például négy állású a pickup vált, ugyanis a középállások úgy meg voltak csinálva, hogy tudtad sorosan is és párhuzamosan is kapcsolni a hangszedőket. Nem egy rossz opció, mert egyébként néha ilyen vagy olyan hangra van szükséged, szerintem ez kifejezetten rugalmasabbá tette a gitárt, de ha én most a már meglévő telekaszterem mellé vennék még egy telekasztert, akkor én már ennek a mexikói szériának az úgymond deluxe verzióját venném, ahol három hangszedő van, ugyanis én stratójátékos vagyok elsősorban, és én szeretem azokat a köztes állásokat is, amikor ugye nyak középsővel, vagy a húrláb pickup a középsővel egyszerre szól. Ez volt is megvan a hagyományos telekaszter csilingelés, ami egyébként nagyon-nagyon-nagyon jól tud szólni. Olyannyira, hogy ami mögöttem van, ez az aranyszínű Stratocaster, Boldog Csabi keze munkája, ott például úgy van megcsinálva, hogy a két single coil a nyaknál és középen, és a hullábnál egy P90 hangszedő van, tök jó választás, csak szólok. Ott is van egy kapcsoló, ahol én össze tudom kapcsolni telekaszter állásba a nyaki és a húrláb pickupot. És tök jól szól, ugyanúgy csilingel. Még egy érdekességet elmondok, olvastam egy hosszabb riportot Joe Satrianival, ahol ő arról beszélt, hogy a lemezei felvételei közben egyszerűen néha az a probléma, hogy a ritmus témákat ugye mivel játsza fel, mert ugyanazzal a gitárral, mint a szóló, akkor hajlamos elfedni, mert a nagyon hasonló frekvencia menet valahogy nem szól jól, és évekig keresgélt egy olyan gitárt, amin a riff részeket fel tudja faszán gitározni, csak hogy trágárul beszéljek, de hát mi gitárosok ezt így mondjuk, és ha hiszitek, ha nem, ő egy
olyan telekasztert vett, a Nocaster széria, vagy valami ilyesmi, ami csak egy hangszedővel van itt, és semmi másra nem használja, csak a riffelésre. És mondta, hogy ő se hitte el, meg igazából így, és mondta, hogy sokat gondolkodott rajta, de igazság szerint hát arra a célra neki az a legjobb gitár, úgy, hogy ő egyébként Ibanez endorserként 25 másik gitárt kérhetett volna, hogy az legyen, de ő ezt felvállalja, hogy kérem ő, én azt vettem és azt használom. Na mindegy, elkanyarodtam a témától. Miben különbözik a Telecaster és a Stratocaster, hogy mi a titka a Telecasternek? Én szerintem egyetlen egy titka van, az, hogy fajék egyszerűségű. Sokan egyébként még a Stratot is bonyolultnak tartják, hogy ott öt felé lehet kapcsolni, meg hogy most ez így szól, úgy szól, amúgy szól. Van, aki azt szereti, hogy bekapcsolja ezt a nyaki pick-upot, egy ismert zenekar gitárosa is a Bad Fruttikból. Ezt teszi, hogy mondta, hogy amikor megvett a gitárt, ide kapcsolta, hogy a nyak pick-up szól, és azóta onnan el nem kapcsolt. Vannak ilyen emberek. Tökre tiszteletbe tartom, mert ha megtalálják abban a hangban a boldogságot, akkor ez így rendben van. De szerintem az igazi titok az a húrláb. Ugyanis a Stratóval szemben a Telecastereknek ugye fix húrlába van, testen átmenő húrozással, és ez ad egy olyan mechanikai stabilitást, hogy a húr igazából, amikor nyújtasz, nem megy sehova. Amikor riffelsz, a rugó nem szól bele azzal, hogy egy kicsit ugye a rugalmasságával meglebegteti a dolgokat, és ezért a Telecastereknek egyébként szerintem direktebb hangja van, és ezért is mondom, hogy kötelező darab, mert ezt a fajta feelinget nagyon könnyű megszeretni. De mivel én stratójátékos vagyok, ugye nekem majd lesz egy nagy projektem, túl sok gitárom van, egy párat megpróbálok eladni, de szeretnék egy fix hullábos Stratocastert, mert nekem a strató feeling kell, illetve én szeretem azt a felső szarvát, meg azt a látványt, ahogy egy strató kinéz, de fix hullábban szeretnék majd egy olyan gitárt, és én azt gondolom, hogy az a tökéletes strató. Mind a mellett, hogy tremolózni, meg ilyen finoman vibrátózni is szeretek, tehát az is egy tökéletes Stratocaster, amiben van tremoló, csak ez a kettőség, meg ez a differencia a két hangszer hangjában, ez szerintem ide vezethető vissza. Az évek során rengetegféle Telecaster verzió és rengeteg cég kezdett el Telecaster jellegű gitárokat építeni. Érdemes kipróbálni egy párat, valószínűleg nem fogjátok megbánni, de valószínűleg a szívetek mindig vissza fog kanyarodni nektek egy Fender vagy egy Squier Telecaster kell. Emiatt azt gondolom, hogy vegyetek egy hagyományos Fender Telecastert, és hogyha valami modernebbre vagy alternatív megoldásra vágytok, akkor nézzetek körül a piacon, így két gitárotok lesz, de nyugodt lesz a szívetek a Fender felirat miatt, másrészt pedig ugye tudtok alternatívához nyúlni. Nekem is volt ilyen gitárom, egy Fred King Country Squire gitár volt, ami üreges testű, de HSH pickup kiosztású, és tremoló volt benne, basszátok meg. Tremoló volt benne. Igaz, hogy én azt nem használtam, talán még fel is támasztottam, de ebben nem vagyok már biztos. És satus kulcsok voltak rajta. És amit én nagyon szeretek, hogy azon el volt fordítva ez a kapcsolópálya, tehát a strató irányba lehetett kapcsolni, nem előre-hátra, hanem ferdén. Ugyanis szerintem ez egy konstrukciós hibája a Telecastereknek, hogy valójában nehézkes szerintem kapcsolni. Lenyúlsz, és valahogy nem az igazi. A másik konstrukciós hiba, ez a műanyag sapka a kapcsolón, ugyanis ez mindig leesik. Én büszkén kivittem a hajóra az egyedi Telecasteremet, ami gyönyörű sparkling festés, és tényleg egyszerűen olyan gyönyörű az a gitár, azzal a festéssel és azzal a kivitellel, hogy egyszerűen könyvben lábad a szemem. Ám de a színpadon szóló, szabi, ting, pattintottam egyet a kapcsolón, és láttam, ahogy a három métert repül ez a műanyag kupak, ugyanis ez nincs jól rárögzítve, nem szorul rá, és nagyon... És ez megtörtént vagy ötször, megtaláltam négyszer, ötödikre már nem, azt se tudom, hogy hová lett, úgyhogy az én telémen most egy ilyen, amit a színpadon a kábeleket a technikusok lerögzítik, egy olyan vastag, erős, szigetelő szallaggal, vagy rögzítő szallaggal van
szépen betekerve, hogy ne legyen éles, mert nyilván ugye egy lemezből van az a fülecske, amire rámegy ez a kupak. És azóta is az van rajta, amit még a hajón rátettem. A másik konstrukciós hiba szerintem az annyiban a testforma, hogy nagyon éles ez a pereme ezeknek a gitároknak. És igazából én ezt azért nem szerettem, mert nekem vágja az alkarom. Én feltámasztani szeretem, és hadd szóljon. Most beállítottam egy crunch hangszint, csak hallgassuk meg 20 másodpercben, hogy hogy szól. Ez a nyakpikap volt. A köztes állás. És hurláb. Klasszikus telehangzás. Én szerintem egyébként ezek az Alnico hangszedők biztos van ennél jobb, de akinek pont ez a klasszikus telecaster hangzás kell, szerintem olyan nagy hiányérzete nem lesz. Tehát mielőtt az lenne, hogy rendelsz egy ilyen gitárt, vagy bemész egy hangszerboltba, sőt, ezt utóbbit jobban javaslom, hogy azért próbáld ki. Bemész, akkor ne az legyen, hogy rögtön már veszed is hozzá az alkatrészeket, hanem próbáld ki, használd pár hétig, és utána el tudod dönteni, hogy ez a hang jó neked, vagy szeretnél esetleg vastagabbat, vékonyabbat, vagy valami nagyon powert bele tenni, és higgyétek el, hogy ez egy jól tuningolható hangszer. Jól fog szólni. Mesélek két dolgot. Az egyik, ugye az, amit említettem, hogy volt egy ilyen 60. évfordulós Telecaster modellem. Nagyon-nagyon gyönyörű volt. Tényleg az az igazi bejátszott. Azt éreztem, hogy a nyak is, mint Katiban a gyerek. A test is egy pár pici leverődés, de tudod, az nagyon szép, és amitől egy gitáros lelke boldog lesz. Úgy nézett ki. És egy problémám volt vele, sőt még satus kulcsok is voltak rajta, gyárilag nem satussal szerelték, de az előző tulaj tett rá, gyári Fender satus kulcsokat, és egy bajom volt csak vele, az a hangszedők. Ugyanis az egy régebbi széria volt, és amikor egy komolyabb torzítással odaküldtem neki, akkor a hurláb pickup egyszerűen elkezdett annyira sípolni, gerjedni, hogy egyszer ezt én nem viseltem el. Illetve hogy a hajós munkám miatt nem is engedhettem meg magamnak, hogy ugye a gitár ne tudjon hard rock jellegű hangzást, ami ugye magasabb gént jelent, mert ugye időnként ott kénytelen voltam ilyeneket is játszani, mintha nehezemre esett volna, mert imádom a hard rockot, de ha a gitár ilyen durván gerjed és vállalhatatlan, az viszont nem profi megoldás. Nézzük ennek milyen a hurláb hangszedője, a magasabb gén. Na most oda csavartam neki. Én azt gondolom, hogy nincs benne az az igazi nagy power, de hogyha most még hangerőbe oda küldenék neki, akkor ez igencsak meg tudna szólalni szerintem. Illetve még csavargathatnám, meghúzgathatnám, de most ebbe azért nem megyek bele, mert ez nekem egy fix beállítás, annyira nem akarom eltekerni. Viszont én azt csináltam annak idején ezzel a évfordulós modellel, hogy vettem bele V-type, vagy V-mod típusú pickupokat, ezt az American Professional szériához hozta ki a Fender, amerikai hangszedők, és igazából több baráti jó áron adták, legalábbis úgy emlékszem, akkor tök jó volt az ára. Variálgattak a mágnesekkel, volt ahová Alnico 2-es, volt ahová Alnico 5-ös mágneseket raktak a konstruktőrök, és ezt addig fejleszgették, amíg nem lett egy jó kiegyenlített hang, és esküszöm, imádtam azt a hangot. Tehát az a gyári hangszedőkhöz képest jelentett, mit tudom én,
egy 50% hangminőség javulást, és úgy, hogy egy árnyalattal nagyobb jelszintet kaptam, és nem volt gerjedés. Szóval az már egy ilyen jó megoldás volt. Igaz, hogy az egyedi gitáron megépítésénél, vagy az egyedi telekaszterem megépítésénél eltértem ezektől a hangszedőktől. Árban többet kellett rááldoznom, de Seymour Duncan set került bele, a hurlábhoz egy Lidl 59-es, felezhető mini humbucker, a nyakhoz pedig egy Pirias, ami egy P90, meg mellette egy vékony single coil, és ezeket lehet kapcsolni, hogy P90, single coil, vagy összekapcsol, vagy humbucker hangzást ad. És a hurlábnál is ugye felezhetőre, a hurlábnál is felezhető a pickup, tehát meg van a klasszikus telecaster állás, ugye ha itt single-re állítom meg itt, és akkor igazából van egy tele funky sandom, de akár brutálba is el tud menni, mert a Lidl 59 egyébként egy nagy kimenetű pickup, felezve kellemesen szól, de a humbuckerbe használva nem azt mondom, hogy belezős metálra ezt vegyed, de igazából egy olyan kompromisszumnak, hogy ne veszítsd el a tele hangot, de igazából ott legyen egy vastag hang, arra meg nagyon-nagyon jó volt. Úgyhogy én ezt így oldottam meg. Jó sokat beszéltem, nem baj, legalábbis remélem, hogy páron eljuttok a videónak ezen részére, most nézem, hogy 24 perces a fájl, nyilván majd ebből még fogok kivagdosni, de bocsánat, de a Telecaster szerintem ennyit mindenképpen megérdemelt. Nagyon köszönöm a figyelmet, vigyázzatok magatokra, gyakoroljatok sokat, és menjetek valamelyik hangszerboltba, próbáljátok ki, az ingyen van, de van pénzetek, vegyetek Telecastert, mert nagyon-nagyon fogjátok szeretni. Köszönöm, sziasztok!